Kismarton, Burgenland tartomány székhelye pár kilométerre az osztrák-magyar határtól. Az Esterházyakról és Franz Josef Haydnről híres, aki az udvari zenekar vezetője volt, s később itt temették el. A kisváros legfőbb büszkesége természetesen az Esterházy kastély, ami több mint 300 évig a hercegi család fő lakhelye és gazdasági központja volt. A középkori vízivárat Esterházy Pál építette át gyönyörű barokk kastélyá az 1600-as évek végén. Az ő portréja látható a bejárat fölött jobbra. Mellette a szakállas fej apját, gróf Esterházy Miklóst ábrázolja, aki Kismartont elsőként birtokolta. A főhomlokzat többi részét magyar hadvezérek mellszobraival díszítették. Nem véletlenül, hiszen a kastélyt alapító Esterházy Pál maga is katonáskodott, részt vett a török kiűzésében. Egyébként Pál a család fraknói ágához tartozik. Ennek a fraknói ágnak a tatai alágát alapította Esterházy József, a majki kamalduli remeteség építetője, Komárom vármegye török pusztítás utáni benépesítője. Herceg Esterházy Pálhoz köthető zenedarabok csendülnek fel ma, fél óránként a majki toronyban. Mielőtt bejárnánk a kismartoni kastélyt, idézzük fel a majki harangjátékról szóló kisfilmünk segítségével a Harmónia Coelestis születését. A Harmónia Coelestis eme 55 darabból álló barokk zenegyűjtemény összeállítója a több mint 300 éve élt herceg Esterházy Pál. Hogy művének 18 dalrészlete csodás harangjátékként csendülhet fel itt Majkon, az Kondor Ferencnek, az Oroszlányi Művészeti Iskola egykori karnagy igazgatójának köszönhető, aki kiválasztotta és átírta a darabokat. A harangjátékot Kircsi László, a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának docense készítette belőle. Ezt otthon is megszólaltathatjuk, hiszen letölthető a majki harangjátékot és órát működtető Gulácsi és Fia Kft. Honlapjáról. De ki volt valójában herceg Esterházy Pál? Nos, apjával, Miklóssal ő alapozta meg az 1600-as években felemelkedő Esterházy család hírnevét, tekintélyét, és ezzel a dinasztiát a magyar arisztokrácia élére emelte. Sikerét nem utolsó sorban annak köszönhette, hogy egész életében hűségesen szolgálta a Habsburgokat, és élen járt a művészetek pártolásában is. Íme az Esterházy család oroszlános hercegi címere a kismartoni kastélyban. A középen lévő L betű Esterházy Pál Habsburg hűségéről tanúskodik, és Lipót császárra utal, akitől érdemeiért a hercegi rangot kapta. Esterházy Pál, aki jó ideig az ország nádora is volt, itt hunyt el Kismartonban az 1713-as pestis járvány idején. Mulatságos legenda fűződik a kastély udvari homlokzatának barokkori torzfej stukkóihoz. Eszerint rosszindulatú és önző udvari tisztviselők visszatartották a stukkó díszeket készítő művészeknek járó munkadíjat, és azt saját szórakozásukra költötték. A becsapott művészek pedig bosszúból a hűtlen tisztviselők vonásait örökítették meg, grimasztól eltorzult állapotban. A kastély újabb virágkora az 1700-as évek végén jött el. Haydn ideérkezése Kismartont az európai zenekultúra egyik központjává tette. Érdekesség, hogy a kastélyba ekkor építették be a kontinens első felvonóját, amit Angliából hozattak az Esterházyak. 1800 körül természetes stílusúnak nevezett kertet kezdett építetni a kastély körül II. Esterházy Miklós. Narancsház, üvegházak épültek, majd Charles Moreau irányításával a 19. század egyik legszebb tájkertje jött itt létre, mezőkkel, erdős területekkel, tavakkal és patakokkal. Az ókort idéző, sok fantáziával kialakított kerti építmények közül a legszebb a Leopoldina kápolna, mely II. Miklós leányáról, Esterházy Leopoldináról kapta a nevét. A mellette lévő hasadékból vízesést törelő, mely egy tavacskát táplál. A kastély belsejében van magyar nyelvű idegenvezetés, bár nem túl színvonalas, amolyan kutyafuttában odavetett szövegfelmondós fajta. Minden esetre megismerkedhetünk benn az idén 91 éves Esterházy Melinda hercegnével, aki az Operaház prima balerinája volt. Férjét, Pált, a 12. herceget bebörtönözte a Rákosi diktatúra, s csak 56-ban tudtak elmenekülni az országból.
A dísztermekben megcsodálhatjuk az Eszterházi Magánalapítvány gyűjteményéből származó műkincseket, különleges porcelán és ezüstkészleteket és sok más művészeti alkotást. A barokk freskókkal díszített Haydn termet, a kastély égkövét sokan a világ legszebb és legjobb akusztikával rendelkező koncerttermei közé sorolják. Idén ez a terem első alkalommal ad otthont az Eszterházi Fesztiválnak.